Már említettem a silent B és silent K, tehát a nem kiejtett K és B betűt, és most a silent U-val fogunk foglalkozni. Tehát ez az U hang, amit nem ejtesz ki szavakban. Ilyen például a guard. Oké? G-U-A-R-D, guard, tehát ott az U, de nem ejted. Build, nem úgy mondod, hogy build, hanem build, tehát egy I hangzás van az U helyett. Guild, colleague, guess, guide and guitar, ezek mind erre példák, tehát figyelj oda, ezekben nem hallod az U-t, és ha kiejted, akkor nagyon furcsán fog hangzani. Ha tetszett ez a videó, akkor gyere és nézd meg a lejátszási listánkon található hasonló videókat. Nézd végig ezt a módszertani lejátszási listát, hogy hogyan fejlesz az angol tudásodat, vagy csatlakozz a Don't Panic Labhez, ami a vadonatúj programja a Don't Panic angolnak, és amivel felturbózod az angol tanulásod. Egyszerűen olyan módszereket kapsz, amit be tudsz építeni a mindennapi angolozásodban, olyan témákat boncolgatunk mi, hogyan tanulj szavakat, és ezekre hogyan emlékez, akár még évek múlva is. Vagy például érdemes a szótárazni, vagy például hogyan tanulj angolul filmekkel, vagy hogyan olvas könyveket, hogy azok az angol tudásodat fejleszik. Szóval, gyere nézd be a Don't Panic Labbe, hogy mi is ez az egész, vagy nézd végig a videókat ebben a lejátszási listában. See ya!